vár a mi Istenünk. És te hozott mindenkit, itt a Csáhigi Evangélikus Egyházközség konfirmációi Isten tiszteletén. 12 konfirmandusunkat, 50-es, 60-as és 70 éve konfirmált jubiláns testvéreket, hozzátartozókat, családtagokat, presbiter testvéreket. Idei év egy különös esztendő, miközben idén 150 éves az a templom, ahol most helyet foglalhattunk, ahol összegyülekezhettünk. Miközben egyházunk éppen az úrvacsora évét ünnepli, illetve ünnepelte volna az idei esztendőben, addig világban zajló és hazánkban zajló események is átírták terveinket, ahogyan az ember tervezett, így a mai napon valósul meg az a konfirmáció ünnepélye, ami pünköskor lett volna. Itt szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy kérem az Isten tisztelete egésze alatt kövessük a biztonsági előírásokat, ez mindenkire szigorúan vonatkozik. Ugyanakkor az, hogy itt lehetünk, az, hogy hálát adhatunk, emlékezve, amikor talán mi álltunk itt az Úr oltáránál, lehet, hogy nem is egy kerek évfordulóra kell gondolni, hanem akár 5 évvel ezelőtt, 8 évvel ezelőtt, 13 évvel ezelőtt, vagy éppen 50-60-70 évvel ezelőtt, akkor picit együtt érezhetünk most a konfirmandusainkkal is, és talán mindannyiunk szívében az a hála fogalmazódik meg, amit a vasárnap Zsoltár versében így fogalmaz meg a zsoltáros. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei Atyám előtt. Uram, igéd örökké megmarad, nemzedékről nemzedékre. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Támogass engem ígéreted szerint, hogy éljek. Igéd tartalma maradandó, és minden igaz döntésed örökre szól. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei Atyám előtt. Imádkozzunk. Szerető mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy konfirmandusainkat mindeddig védted és őrizted kegyelmeddel, és megismertetted velük egyszülött fiadat, a mi Urunkat és megváltónkat. Kérünk, ne vondd meg tőlük áldásodat ma sem, hanem tekints rájuk kegyelmesen, és add nekik szent lelkedet, hogy növekedjenek az igazság ismeretében, és megálljanak a hitben mindvégig. Az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami mennyei Atyánktól, és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő keresztény gyülekezet a mai vasárnap evangéliumát, amit az egyházunk mai napra ige hirdetési alapigeként rendelte, és amit én azt erre az ünnepre választottam. Amint megírva találjuk, János írása szerinti evangélium 7. fejezetében, 37. versről a következő. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik,
jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogyan az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Amen. Kedves konfirmandusok, jubilánsok, ünneplő keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Már közel fél évet kénytelenek voltunk kihagyni, rövid időre online térbe költözni, de egy dolog nem változott, akár a mostani pénteki felkészülésünkre gondolok, akár a korábbi hetek és az elmúlt év konfirmandus óráira. Amikor egy nehezebb, fogósabb kérdést tettem föl a fiataloknak, és jó ideig csend uralkodott, és hiába vártam a választ, talán néhányan hasonlóképp arra vártak, hogy mikor fogom elárulni, vagy valaki komolyan elgondolkodott rajta. Egy idő után viszont minden alkalommal emelkedett ugyanannak a konfirmandusoknak a keze. Én mindig ugyanúgy felderültem, én mindig ugyanúgy vártam a választ, és valahol mindig ugyanúgy meglepődtem a bátorságán, de most is hallom az ő hangján a helyes válasz helyett elhangzó kérdést. Bence bácsi, ihatok? Ünnepek nélkül nem tudnám elképzelni az életünket. Az ünnep adja a hétköznapok ritmusát, a karácsony. Emlékezhetünk, mennyire hiányzott a húsvéti ünnepünk az elmúlt fél évben, de ott van a pünkösd, amire már újra együtt összegyűlhettünk, ott vannak a szülinapok, ott van a konfirmáció, amire végre sor került, a vasárnapi Isten tiszteletek, amik talán hétről hétre adnak egy bizonyos lüktetést, mint a szívkopogás, azt hiszem megerősíthetik ezt mindazok, akik vasárnaptól vasárnapra itt vannak velünk. De mindig arra vágyunk, azért készülünk, hogy az ünnepek többlet jelentése kiragadjon a mindennapok monoton rendszeréből, a hétköznapok sivárságából. A sátrak ünnepe, vagy sátoros ünnep, vidám és hálaadó aratási hét nap volt a zsidóság életében. Maga az Úr rendelte el a zsidó nép számára, igazi felszabadult mulatság, talán annyi bűnbánati alkalom és bűnbánati ünnep után ez volt az igazi felszabadult öröm ünnepe a zsidó népnek. Tánccal, énekekkel, különös hangulata lehetett, ahogyan az ókori világ egyik nagy városában, Jeruzsálemben, sátrakban töltötték ezt a hetet, ott étkeztek együtt, mindazok az arándokok, akik a városba mentek, hogy így emlékezzenek huszai vándorlásra, amikor gondoskodott róluk az Úristen. És az ünnep utolsó napján annak csúcspontjaként volt a vízmerítés szertartása. A Talmud szerint, aki nem látott vízmerítő ünnepet, az nem látott még öröm ünnepet. Talán, hogyha visszaemlékszünk a legnagyobb mulatságra, a legnagyobb ünnepre, amin életünkben részt vettünk, valami olyasmi lehetett, időről időre a vízmerítő ünnep. Ezen a napon hajnalban a papok egy aranykannát színültig töltöttek vízzel a Siloám tavából, hétszer körül járták az oltárt fűszva ágakkal a kezükben. A menet felment a templomba, és a trombiták hangja jelezte mindenkinek, hogy valóra vált Ézsaiás proféciája, örvendezve fogtok meríteni az üdvösség forrásából. És mikor a templomba ért a tömeg, és az udvaron talán még a mostaninál is sűrűbben álltak az emberek, figyelték, lélegzett visszafojtva, hogy a papok az eső kikönyörgése érdekében a vizet az oltár fölött ezüst csészékbe töltötték, és a feszült csendben, ekkor a názáreti ács fia, az egyre ismerte tanító feláll,
és elkiáltja magát a tömegben. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Gondoljuk bele, testvérek, mintha most valaki ott a hátsó sorokból fölállna, vagy a konfirmandusok áldásánál fölpattanna a helyéről és elkiáltaná magát. Megdöbbentő, megbotránkoztató. Nincs itt a helye, nincs itt az ideje. Miféle ünnepet ünneplünk? Kedves testvéreim, a szomjúság mindig valamilyen hiányra mutat. A keresztény ember életében is megmutatkoznak ezek a kínzó hiányérzések. Hiába indult úgy az életünk, hogy a keresztségben egészen a forrás közelébe kerültünk. Életünk során annyi minden elterelhet, eltéríthet. Talán éppen jubiláns konfirmandus testvéreim tudnának arról mesélni a fiataloknak, hogy hiába álltak ők is itt az oltár előtt áldást kapva, emlékezve a saját keresztségükre és vallást téve, bizony életünk során előfordul, hogy jelentkezik ez a hiányérzet, ez a lelki szomjúság, lelki üresség, a betöltetlen űr. Lehet, hogy valaki többször érezte ezt élete során, más talán ritkábban, és mindig sikerült visszatalálnia. Van, aki talán elnyomta ezt az érzést, vagy mással próbálja csillapítani. Megint mások talán éppen ebben az idei esztendőben érzik először annyi bizonytalanság között, hogy kezdenek teljesen túl terhelődni. Lelkileg egyre inkább sivárságban találják magukat. Bármelyik út is az, amiben magunkra ismerünk, mindegyik lehet a mi útunk, mindegyik ismerős lehet, mindegyik nagyon is emberi. A sivatag szomja esőre vár. Azt gondolni, hogy a konfirmáció önmagában lelki szomjoltóvá válhat, úgy gondolom, hogy naivitás lenne a saját konfirmációra is visszaemlékezve. Persze sok minden volt, amit érdemes elraktározni. Játékok és nevetések, ablaknyitások, ajtótörések, igék és rádöbbenések, komolytalanság és talán megküzdött elköteleződés, kapcsolat és bizalom, megerősítés, amit maga konfirmáció szavunk is jelent. Na de mi az, ami a szomjat oltja? Szeretett testvéreim, láttatok már sivatagot eső után? Csodálatos videók vannak az interneten, vagy akár természetfilmekben. Ahogy az életet jelentő eső után a pusztaságban minden világba borul. Egyetlen nap alatt, egyetlen éjszaka alatt kibírul minden. A halott élettel telik meg a szürke, a barna, mindenféle színpompában virágzik. Valami ilyesmi az, amiről Jézus beszél. Ilyen az, amikor vele lehetek kapcsolatban. Amikor az élet vizéből meríthetek, és bennem is dolgozni kezd. Ez az egyetlen, ami megtart, ez az egyetlen, ami valóban oltja a szomjunkat. Az egyetlen, ami megnyugvást ad. Az egyetlen, aki csillapítja a szomjunkat. Ez maga az Úr Jézus. És kedves testvérek, hogyha most az a bizonyos konfirmandusunk a mai ünnepen is jelentkezne, remélem nem fog, és rákérdezne, hogy Bence bácsi, hihatok-e, akkor biztosan mondanám, hogy igen, ez most az a pillanat, de nem csak neki, hanem minden kedves testvérnek és jelenlévőnek. Igen, ihattok, igyatok, menjetek Jézushoz. Mindig, amikor úgy érzitek, hogy megfáradtatok, hogy elveszítettétek az irányt, hogy eltévedtetek, hogy ez a bizonyos iránytű már nem úgy mutat és nem úgy mozog, ahogy kellene, akkor visszataláltatunk az Úr Jézushoz.
hogy onnan új erővel induljunk. Hozzá ragaszkodjatok, mert nála van az élet forrása, az örök élet forrása, de az örök élet az mindig most kezdődik. Ez nem a távolban, nem a jövőben, az most kezdődik. Most, amikor hozzátérünk, amikor megszólít, amikor ránk talál az ő igéje. És abban a pillanatban, hogy erre rádöbbenek, hogy ezeket kimondom magamnak, és kimondom a másiknak, a mellettem ülőknek, a testvéreknek, már is ugyanannak a folyamnak, a forrásnak a folyama ömlik a szívembe, ami Jézust is leginkább jellemezte, és amit János apostol magyarázatképpen olyan finoman hozzátesz. Isten lelkéről beszélt Jézus. Az Isten szent lelke az, amit kaphatunk. Ilyen neki az Isten országa, mondta Jézus a kisgyermekeknek, de nem csak róluk beszélt így. Talán emlékszünk az egyik legnehezebben érthető Jézusi mondatra. Boldogok a lelki szegények, mert többék a mennyek országa. Talán nem én vagyok az egyetlen, aki sokat küzdött ezzel a Jézusi mondattal. Sokáig nem tudtam, mit kezdeni vele. Boldogok a lelki szegények. Egészen addig, amíg református lelkipásztor fordítását nem olvastam, és ez nem egy öncélú, önkényes fordítás, ő maga így fordítja, boldogok a lélek koldulsai, mert övék a mennyek országa. Boldogok a lélek koldulsai. Hogy mi a különbség, kedves testvérek? Ez nem a lelki sivárságban élőkre vonatkozik. A koldus nem passzívan viseli a lelki ürességet, a lelki szegénységet, hanem kér. A koldus mindig kér. És lehet, hogy ez a mi hétköznapi életünkben idegesítő, zavaró, viszont ebben az aktivitásban, ebben az őszinte, saját gyengeségeire, kiszolgáltatottságára való rádöbbenésben van a megoldás kulcsa. A koldus tud a saját szomjúságáról, és azt is tudja, hogy kitől kell kérni. Boldogok a lélek koldusai, mert övé a mennyek országa. Kedves testvéreim, kedves konfirmandusok, jubilások és ünneplő gyülekezet, ebben erősödjetek meg. Végső soron ez a konfirmáció célja és ajándéka. Felismerni, hogy lehetünk a lélek koldusai. Hogy maga az Isten vezessen tovább az utatokon, hogy ő váljon buzgó forrássá bennetek. Ő váljon szomjúságot csillapító forrássá a ti életetekben is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hát, hogy hozzád térhessünk, hogy nálad szomjúságunkat csillapíthassuk. Találj ránk szent lelkeddel, és vezess minket tovább, örvendezve az utunkban. Te megerősítő áldásoddal, és a rólad való bizonyságtételünkkel. Amen. Konfirmációra készülve a 300-as énekünket énekeljük, az első verszakot konfirmandusaink éneklik, a második verszakot pedig a gyülekezet énekelje együtt. Konfirmandusok, kérem álljanak. Thank you.
imádkozzaink Jézus Krisztus rendelése alapján, szüleitek kérésére már kisgyermekként megkereszteltek titeket. A keresztségben a tietek lett minden, amit Isten Jézus Krisztusban nektek adott. Örüljetek a keresztségben kapott ajándéknak. És Isten hívó szabályra tudatos, Krisztus követő élettel válaszoljatok. Konfirmáció ünnepére való készülés során megismertétek a Szentírást és evangélikus egyházunk fő tanításait. Felkészültetek az első úrvacsora vételre. Most pedig mondjátok el az egész kereszténység hitvallását, amelyet a kereszteléskor szüleitek és keresztszüleitek mondtak el a ti nevetekben. A gyülekezet az apostoli hitvallást állva hallgatja. Evangélikus keresztény hitetekről kitartó hűséggel és szolgáló szeretettel tanúskodni. Akartok-e? Isten az, aki ébreszti bennetek az akarást és a cselekvést, az ő tetszése szerint. Mondjátok el tehát a konfirmációi vallásvételt a gyülekezet állva. Yeah.
Teremtő Szentlélek, mert gyenge a mi erőnk és gyarló a mi szívünk. Magunktól nem tudunk Krisztusban hinni, sem nála megmaradni. De benned reménykedünk, te minket is újjáteremthetsz. Szállj meg minket és ezeket a testvéreinket, akik most szép vallást tettek sok tanúbizonyság előtt. Világosítsd meg őket, hogy Krisztushoz térjenek. Győzd meg őket, hogy Krisztusban higgyenek. Bátorítsd őket, hogy Krisztus kövessék. Erősítsd őket, hogy Krisztushoz ragaszkodjanak. Szenteld meg őket, és minket, mindnyájunkat. Jövel, Szentlélek Isten, szállj le ránk. Amen. Konfirmandus testvéreim, térdeljetek az Úr oltárához, és vegyétek az Úr áldását egyenként. Bognár Anna Léna, mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Szöndör Dávid, légy erős és bátor, ne félj és ne retteg, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre jársz. Gerek Krisztián Marcell, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. Gömböc Ádám, akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Horváth Kira, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Kis Veronika, lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Kocsis Bálint, azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Kövesi Gábor, az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mesterházi Áron, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyugtatik nektek. Nagy Gergely, drágának tartalak, becsesnek és szeretlek, mondja az Úr. Pataki Jászmin Anita, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Vörös István, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék ti mennyei atyákat. Atya, Fiú és Szentlélek Isten, áldjon meg titeket és erősítsen meg a hitben mindvégig. Az Atya, Fiú, Szentlélek Isten, áldjon meg és erősítsen meg a titeket a hitben mindvégig. Az Atya, Fiú, Szentlélek Isten, áldjon meg és erősítsen meg titeket a hitben, mint végig. Az Atya, Fiú, Szentlélek Isten, áldjon meg és erősítsen meg titeket a hitben, mint végig. Az
az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten áldjon meg és erősítsen meg titeket a hitben mindvégig. Az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten áldjon meg és erősítsen meg titeket a hitben mindvégig. Egyházunk hagyománya, rendje és gyakorlata szerint ezek után ti is részesülhettek az Úr szent vacsorájában. Biztatlak titeket, örömmel járuljatok az Úr asztalához, mert ott Jézussal találkoztok a szentségben. Ő adjon nektek erőt, hogy az ige rendszeres hallgatói és megtartói legyetek. Az ajándékba kapott Bibliát forgassátok. Soha ne maradjatok el a gyülekezet közösségéből, hanem emlékezzetek mindig Urunk szavára. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Amen. Üdvözöllek benneteket. Van egy jó, meg egy rossz hírem, rövid köszöntőmben. Mi a rossz hír? Hát, ti is hallgattok, rádiót néztek, tévét. Európában ma a kereszténység nincs jó helyzetben, mondhatnánk azt, hogy hanyatlik. Nem kellenek már a bibliai alapigazságok. Isten és ember ellenes ideológiák vannak porondon, azt gondolják talán sokan, hogy ezáltal válik az ember még emberibbé, így teljesedhet ki. Nagyon érdekes, hogy az Isten igéje azt mondja, hogy az idők gonoszak. Nem azt mondja, hogy a Biblia idejében voltak gonoszak az idők, vagy gonoszak lesznek, hanem az idők gonoszak. Vagyis nekünk keresztényeknek mindig egyfajta ellenszélben kell hajóznunk, hiszen az Isten beszéde nem a világ beszéde. A világ nem szívesen hallja azt, hogy ítélet lesz, és a bűnökért egyszer el kell számolni. Mi a jó hír? Viszont az a jó hír, hogy Isten nem halt meg, Jézus él, mindig, mindenkorban elhív magának követőket, akiket bűnbocsánattal és örök élettel ajándékoz meg, ez átélhető. Ma talán Európában ugye vannak kisebb lángok, de nagy tűz nincs, vannak ébredések, Brazília, Afrika, Dél-Korea, nagyon nagy gyülekezetek vannak ott. De bennünket reménységgel tölthet el az, hogy íme itt Répcelakon is van gyülekezet, Isten munkáját láthatjuk ebben. Tehát nem könnyű Jézus útján járni, emellett döntötök majd életetekben. Kívánom, hogy így legyen.
Mindig ellenszélben haladunk, de miben bízhatunk? Azt mondja az ige, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. A másik ige pedig sok, persze, sok ige lehet a biztatásunkra. A másik ige azt mondja, hogy én pedig veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Kívánom nektek, hogy örömmel járjatok a Krisztus útján. A jubilánsokkal kapcsolatban pedig az az ige jut eszembe, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Tehát az ő igazságai soha nem változnak ehhez, ezt mindig elfogadhatjuk, így haladhatunk az életünk útján. Kívánom, hogy a további életükben is ragaszkodjanak Jézushoz, próbálják átadni a hitet a következő nemzedéknek is. Jó egészséget kívánok további életükre. Köszönöm. Köszönjük felügyelő úrnak gondolatait és köszöntését. És kedves jubiláns konfirmandusokhoz szólok most én is. Egykor 50, 60, 70 évvel ezelőtt Fidelius Ernő tisztelendő úr állt még itt az oltár térben, és talán most, ahogyan ránéztek itt a kicsit bizonytalan hangú, esetlenként viszont nagyon is határozottan megszólaló konfirmandus csapatra, felidézhették a saját konfirmációjukat is. Tudom, hogy van akinek talán, és van olyan társaság, akinek talán azért nagy esemény és nagy pillanat az idei jubileumi konfirmáció, hiszen gyakran találkoznak, talán évről évre összetartanak. Másoknak viszont lehet, hogy éppen ez az első igazi találkozó, amikor együtt van az egykor együtt konfirmáló társaság. Mindeközben persze azok neve, személye, talán még inkább személye, egyénisége, mindazok az áldások, amik vele jártak, és ott lehetnek előttünk, megjelennek előttünk, akik ma már nem lehetnek itt közöttünk. Nem csak azért, mert talán betegség vagy bizonytalanság miatt nem tudnak ma itt lenni, hanem akiket már magához szólított mennyei atyánk. Rájuk is emlékezünk, őket is hordozzuk ma imádságban. És mi pedig ugyan annak az Istennek az áldásával indulhatunk tovább, ahogyan a etióp kincstárnokról írja az apostolok cselekedeteiről írott könyv, hogy örvendezve haladt tovább az útján. Én remélem, hogy ez a megerősítő áldás, az Isten áldása ma ezzel az örvendezéssel, ezzel a kíséréssel jár együtt. Így szólítom most először az 50 évvel ezelőtt konfirmált testvéreinket. Kerüljenek ide az Úr oltárához. Éve 13-an álltak itt az oltárnál. Balassa Béla, Bokányi Erna, Bokor Kálmán, Fülöp József, Gazda Lajos, Kis Györgyi, Kis László, Német Ernő, Szabó Zsuzsanna, Takács István, Tóth István, Varga Irén, Vas András. 13 konfirmandus, a már csak 11-en vannak itt közöttünk, vagy gondolnak ránk az otthonaikból. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak.
hirdetem minden tettedet. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt, mondja Jézus. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítelek, sőt, győzedelmes jobbommal támogatlak. Mert Áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát az Isten. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívő üdvösségére. Az Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, egyigaz Isten áldjon meg és erősítsen meg titeket minden utatokban. A 60 éve konfirmáltakat szólítom most. Annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak nevét nem törlöm ki az élet könyvéből. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ő Isten fiainak nevezik. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá megjön.
az Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, egy igaz Isten áldjon meg titeket, és őrizzen meg minden utatokat, amerre is mindjárt. Amen. Végül a 70 éve konfirmált testvéreket szólítom. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és öröm kiáltás volt a nyelvükön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Istenben keres lelkem nyugalmat, segítség csak tőle jön. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség nektek. Az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten áldjon meg és őrizzen meg titeket minden utatokon, amerre csak jártok. Amen. Az úrvacsorára készülve a 308-as számú ének első versét. Taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled. Kérünk, szállj!
bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntettem az atyák bűnét a fiakon harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, ő és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsora szentségével élni kívántok, felállva feleljetek a gyónásunk kérdésére. Az élő Isten színe előtt kértem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban. Vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánod. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottál. Igyekezel-e, után Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekezel. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nekünk, ami hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és emberek ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elhalasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok én is, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházába a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak. Akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyen a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk neked. Mindenható Istenünk és Atyánk a Jézus Krisztus által, aki imádkozik értünk, hogy el ne fogyatkozzék a hitünk. Ezért az angyalokkal és az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdő egész egyházattal együtt áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Thank you.
irgalmat, elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embernek, hogy élete legyen, és boldogan adjon hálát te neked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott nekik, adta és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, a pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljöven. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Járuljatok az Úr szent asztalához.
békesség néke. Krisztusunk valóságos teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben, a szeretetben, az örök élet reménységében. Menjetek el békességgel, az Isten veletek van. Amen. Még 50 éve konfirmáltak a szólítottam ezt a teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben, a szeretetben, az örök élet reménységében. Menjetek el békességgel, az Isten veletek van. A 60 évvel ezelőtt konfirmáltak. Valóságos teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben, a szeretetben, az örök élet reménységében. Menjetek el békességgel, az Isten veletek van. Amen. 70 évvel ezelőtt konfirmált testvérek. Ez Jézus Krisztus valóságos teste és vére.
Krisztus Urunk teste és vére. Ez Jézus Krisztus Urunk teste és vére. Jézus Krisztus valóságos teste és vére, tartson meg titeket az igazhitben, a szeretetben, az örök élet reménységében. Menjetek el békességgel, az Isten veletek van. Most pedig az ünneplő gyülekezetet szólítom, érkezzünk középen az Úr oltárához, és miután vettük, amúgy vettük Krisztus Urunk testét és vérét.
Krisztus Urunk teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben, a szeretetben, az örök élet reménységére. Békesség néktek az Isten veletek van. Adjunk hálát! Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét. Építsétek a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Végül pedig fogadjátok az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te neked békességet. Erős vár a mi Istenünk.